Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofon mögött, Nagy Balta Jonatán. Ez a Világnézet Hidegkúti Konstantin, a Nemzetközi Kapcsolatok szakértővel. Szervusz Konstantin, köszönöm, hogy fogadod a hívásunkat. Üdvözlöm a hallgatókat! Mai adásban pedig az Egyesült Államokról, illetve a fronthelyzetről, Ukrajnáról fogunk beszélgetni. Kezdjük talán a fronthelyzettel. Hogyan változtatta meg a frontnak az állását Donald Trump váratlan győzelme? Alapvetően a front dinamikájában nem figyelhetőek meg itt a külső politikai eseményeknek a hatásai, szóval ugyanúgy továbbra is, ahogy az elmúlt időszakban, alapvetően orosz előrenyomulásról beszélhetünk, azon belül is főképp a dél-dombaszi térségben, részben Kurahovo térségében, részben pedig a ugledári szektorban. Ott a Kurahovo térségében, hát érdemes azt megjegyezzük, hogy a elmúlt napokban átszakadt a kurahovói víztározónak a gátja. Ezt azért mondom így, mert a hazai meg külföldi sajtóban is sok helyen megjelent, hogy akkor ezek az oroszok voltak, mert hát az oroszok fölrobbantották. Na konkrétan most éppen pár perccel ezelőtt az ukrán média hozta nyilvánosságra ezeket a felvételeket, amiken egyértelműen látszik, hogy nem az oroszok és nem tüzérséggel, hanem az ukránok saját maguk romboló töltetekkel robbantották fel itt a kurahovói víztározónak a gátját, ami több szempontból is tud érdekes lenni. Egyik oldalon nem ez az első eset, amikor az ukrán fél úgymond a vízműveket vagy a vízi infrastruktúrát azt védelmi célokra használja. Emlékezhetünk a háború első időszakában, Irpeny térségében nagyobb harcok folytak, ez a klasszikus Bucsa-Irpeny vonal volt, és ott volt az, hogy az ukrán fél egyszerűen úgymond reverse-be állította a szivattyúkat, és elárasztotta az Irpeny folyóval gyakorlatilag az ottani csatateret, megnehezítve az orosz erőknek az ottani mozgás, vagy egyáltalán áthaladást. Illetve hát ott van még a sajátságos kahovkai víztározónak a kérdése, hogy az most fölrobbantották, vagy csak annyit lőtték, hogy már nem bírta tovább, vagy egyszerűen a 30 év karbantartás hiánya és a harcok az ahhoz vezettek, hogy átszakadt a kahovkai vízerőmű. Nem is ez a lényeg, de az a lényeg, hogy itt a Kurahovónál nem ez az első eset, amikor úgymond a vízművek esnek áldozatul. Másrészt azt is érdemes megjegyezzük, hogy ez pedig a Wall Street Journal hozta le, ami szerint az ukrán fél már korábban megkezdte, sőt, ha visszanézünk, akkor már 2024 tavaszán már belebegtette, hogy a kurahovói víztározóhoz tartozó erőműnek a generátorait, azokat szépen le kell szerelni, és át kell vinni idézőjelesen biztonságosabb helyszínre, ami azt jelenti, hogy az orosz csapások következtében megsérült erőműveknek a javítására kanibalizálják szó szerint itt a kurahovói vízerőművet, és pontosan ezért ebbe a sorba beilleszthető az is, hogy akkor mi alatt fölrobbantják a gátat, úgymond kikukázzák a erőműből, amit még lehet, és akkor ezzel párhuzamosan, miután ez a kurahovói víztározóból a víz, az a Volcsia folyóba folyik, ami pontosan arra vezet, amerre az orosz erőknek kellene erőre nyomulniuk, hogy elvágják északi irányból a Kurahovóba vezető utánpótlási útvonalat. Ennek következtében az ukránok most megpróbálnak maguknak egy valamekkora időt nyerni annak érdekében, hogy még tovább tudják mind Kurahovót biztosítani, mint pedig azt, hogy akkor esetlegesen elodázni a visszavonulásnak a lehetőségét, vagy egyáltalán megkezdeni mondjuk a csapatkivonást ebből a térségből. Legitim célpontnak számítanak egyébként a háborúban az ilyen víztározók, gátak, stb., vagy ezek azért háborús bűnök, amik itt éppen folynak? Alapvetően ezért ez kettős megítélésű itt ezek a vízi infrastruktúra, meg alapvetően energiatermelési infrastruktúra, mert hát egyik oldalról természetesen ott van a stratégiai jellege, hogy ezt lehet részben
a hadsereg számára is felhasználni, illetve például megint csak érdemes a Kahovkai víztározót nézzük, ahol a Kahovkai víztározó egyben egy híd szerepet is betöltött a Dnyeper két partja közti átkelés szempontjából. Szóval ott azért megint csak inkább kettős hasznosításról beszéltünk, de mondjuk itt a Kurahovai víztározónak gyakorlatilag semmiféle stratégiai szerepe nem volt, azon túl, hogy megint csak biztosította a kurahovói erőműhöz tartozó vízellátást. És éppen ezért itt már egy kicsit más helyzettel találjuk szemben magunkat. Akkor térjünk rá Donald Trumpra és arra, hogy az ő megválasztására hogyan reagáltak a felek. Hogyan reagált Zelenszky és hogyan Vladimir Putyin arra, hogy Donald Trump lesz az Egyesült Államok következő elnöke? Zelenszkijnél megfigyelhettük, hogy már gyakorlatilag a Donald Trump előtti merénylet megelőző nagyjából egy-két héten belül már megkezdte a helyezkedését, amikor elkezdtek még akkor csak Joe Biden kapcsán kiszivárogni a népszerűségi mutatók, illetve az esélyek, hogy ki lehetne akkor a 47. amerikai elnök, és akkor már megkezdte az ukrán fél felvenni úgymond a kapcsolatot a republikánus oldallal. Ezt mindig érdemes megemlítsük, hogy az ukrán politika a függetlenné válás óta hagyományosan a demokratákhoz van bekötve, egy-két kivétel persze akadott, a Klitschko-klánt szokták még republikánus közeliként emlegetni, illetve hát Poroshenko is ilyen két kulacsos politikát folytatott, hogy maradjunk annyiban, azaz hol ide, hol oda a hajlongott, amikor mondjuk támogatásért vagy egyéb bért volt szüksége. Na és akkor itt azt látjuk, hogy Zelenszky és Trump között is megvolt a telefonos beszélgetés, úgymond vagy a kapcsolatfelvétel, illetve állítólagosan Putyin és Trump között is, igaz utóbbit az orosz fél tagadta, de persze itt azért megvan még annak a lehetősége, hogy amúgy ez csak egy ilyen formalitás volt, hogy tagadják ennek a meglétét, de az oroszok azt látjuk, hogy ők óvatosak ebből a szempontból Trump kapcsán, mert pontosan mondták, látták azt, hogy mi történt 2017 és 21 között, látták azt, hogy milyen politikát folytatott globálisan Trump, illetve Oroszország ellenébe Trump, szóval azért ezt nem szabad elfelejtsük, hogy Trump volt az, aki kilépett a nyitott égbolt szerződésből, a közepes és köztes hatótávolságú szárazföldi indítású rakétákat korlátozó INF szerződésből. Ő volt az, aki majdnem fölmondta a Start 3 szerződést, aminél csak az mentette meg ezt a szerződést, hogy Bident választották meg elnöknek, ő pedig 5 éve meghosszabbította 2021-ben gyakorlatilag a beiktatása napján ezt a stratégiai fegyverzet korlátozó szerződést. Trump volt az, aki az úgynevezett KAATSA, ez a Counter American Adversaries Through Sanctions Act nevű szankciócsomagot is érvénybe léptette Oroszországgal, Iránnal, illetve hát inkább Oroszországgal és Iránnal szemben, ami gyakorlatilag itt az orosz fegyveriparnak a export lehetőségeit erősen bekorlátozta, de megint csak érdemes azt is említsük, hogy mi történt Szíriában, amikor mondjuk a Wagnerosok arra, a Wagner erőire mért az amerikai fél légicsapást, és akkor így érkezünk meg a mostani helyzetbe, és pontosan ezért az orosz félnek már nincsenek illúziói itt az amerikai vezetés kapcsán, hanem azt mondja ezt, mint Putyin, mint Peszkov, mint Lavrov, szóval itt a Cuzamen az amerikai, elnézést, orosz vezetés, hogy előbb lássuk a tetteket, és utána tudunk utána tudjuk azokat értékelni, de itt az ígéretekből még nem ugrunk messze menő következtetésekbe. Donald Trump azt ígérte, hogy egyrészt 24 órán belül lezárná megválaszt, pontosabban beiktatása után a háborút, másrészt ugye ezt ki is fejtette, hogy hogyan tenné itt a kampány végén. Azt mondta, hogy leülne mind Zelenszkijjel, mind Putyinnal beszélni, és pontosan tudja, hogy mit kell nekik mondani. Te mire számítasz, mi lesz Trump beiktatása után? Lehet jövő elején, 2025 elején egy béke, vagy legalábbis egy fegyverszünet Ukrajnában? Miután a mai információk szerint Marco Rubio
floridai szenátort választott a külügyminiszterének Trump, akiről köztudott, hogy nehezen lehetne nála olasz ellenesebb személyt találni itt az amerikai törvényhozásban. Persze Lindsey Graham-mel azért még a pole pozícióért versenyeznek, de ez az egyik rész, illetve az, hogy Waltz lett a nemzetbiztonsági tanácsadó, akik hát mondjuk úgy, hogy nem éppen azért orosz barátságukról híresek, és éppen ennek következtében, ha nem is tértek vissza a háborús helyek egyelőre még hivatalosan a Trump kormányzatban, mindenféleképpen nem egy béke irányába mutató lépéseket, illetve személyválasztásokat láthatunk itt a leendő Trump kabinet oldaláról. Illetve ami pedig a beiktatás idejét illetve hogy mi történhet, hát ami eddig Trump oldaláról kiszivárogtatásra került, illetve így úgymond Trumphoz köthető béketervek előkerültek, megint csak azért már eléggé kártyavárat lehetne azokból építeni, hogyha kinyomtatnánk őket, szóval eléggé sokféle Trumpi béketerv előkerült. Na, az a lényeg, hogy ott a legutóbbi változata, ami egy 800 mérföld hosszú demilitarizált zónát hozna létre, illetve Ukrajnának azt írna elő, hogy 20 évig nem csatlakozhat a NATO-hoz cserébe, ugyanúgy folytatnák Ukrajna felfegyverzését, ez gyakorlatilag egyik félnek sem tud megoldást jelenteni. Mivel az ukránok mondhatják azt, hogy akkor miért harcoltunk 3 évig, hogyha nem kapjuk meg egyáltalán a NATO tagságnak az ígéretét, amit ugyanúgy nem fognak, csak itt azért megvan itt a sajátosság az ukrán kommunikációnak. Másik oldalról az oroszok pedig pontosan látni fogják, hogy Medvegyev mondta valamelyik bejegyzésében, hogy ez viszont egy direkt, vagy mondhatnánk azt, hogy inkább indirekt meghívása lenne Ukrajnának a NATO-ba, azaz, hogy várjatok ki 20 évet, utána biztosan fölveszünk titeket a NATO-ba. Mert itt azért idő kijátszására törekszik itt alapvetően a nyugati politika, és most megint függetlenül attól, hogy Trumpról, Bidenről, Scholzról, Macronról, vagy alapvetően kiről beszélünk itt a nyugati politika alatt, itt az történik, hogy megpróbálják még úgymond kikaparni az ukrán gesztenyét Oroszország elől, szóval úgy olyan állapotban lezárni a konfliktust, amikor még Ukrajna nem veszítene úgymond akkorát, hogy lehetne úgy azt eladni, hogy akkor amúgy mi győztünk, mert megállítottuk az oroszokat, és ezzel párhuzamosan pedig szénné fegyverezzük Ukrajnát. És az oroszok pontosan tudják, hogy ha ebben az állapotban, ebben a feltételrendszerben kötnének békét Ukrajnába, akkor gyakorlatilag belátható időn belül megismétlődne ez az ukrajnai háború. Lehet 1 év, lehet 5 év, lehet 10 év múlva, de szinte borítékolható lenne, ahogy a Versailles békeszerződést követően a második világháború, itt is ugyanúgy borítékolható lenne, hogy itt ez az ukrajnai háborúnak a második köre mindenféleképpen bekövetkezne, mert most az itt a nyugati cél Ukrajnánál, hogy azért fagyaszt, hogy legalább befagyasztani valamilyen szinten a konfliktust, hogy időt nyerjen Ukrajna, mint Minszk 1 és Minszk 2 esetében, hogy Ukrajna időt tudja nyerni, hogy fellélegezhessen, újra tudja építeni mind a gazdaságát, mind az infrastruktúráját, de alapvetően a haderejét, és már egy erősebb Ukrajna szállhasson szemben a későbbiekben az elkövetkező lehetséges második, harmadik körös orosz-ukrán háborúban Oroszországgal, és olyan veszteségeket mérhessen Oroszországra, hogy az oroszok úgymond letegyenek erről az orosz projektről. De hát mondjuk úgy, hogy az oroszok nem a semmiért öltek 2,5 évet, illetve rubel milliárdokat, illetve hát azért jelentős mennyiségű személyi és eszközveszteséget abba, hogy most úgymond így félúton itt most kikaparják az ő szemszögükből ezt az ukrán gesztenyét az ő karjai közül, főleg ha azt nézzük, hogy a háború elején lefektetett céloknak gyakorlatilag nem tudnának teljesülni, és most itt alapvetően a NATO tagságra gondolok, illetve az ukrán haderő demilitarizálására, azaz az isztambuli megállapodás tervezetben felvázolt gyakorlatilag 50 ezeresre korlátozandó és fegyvert
tekintetében is jelentősen megcsapott ukrán haderőhöz képest, most egy sokkal a potensebb és harcedzettebb ukrán haderő maradhatna meg, ha a mostani feltételek szerint lenne ez az elképzelés alapján a békekötés Ukrajnában. A Trump kapcsán azt hangsúlyozták a külpolitikai szakemberek, hogy visszatérhet az Egyesült Államok az izoláció politikájához, tehát hogy az Egyesült Államok nem a világban fejezi ki az ő nagyságát, hanem befele fordul, először magát teszi nagyja, és utána fordul a világ felé. Viszont az elmúlt napoknak a nyilatkozatai és személyválasztásai inkább arra utalnak, hogy visszatérhet a trumpi erőpolitika. Te mire számítasz? Erőpolitika lesz, vagy izoláció? Esetleg mind a kettő egy új formában. Szinte biztosan erőpolitikáról beszélhetünk Trump esetében, szóval megint csak elég csak a első elnökségéig visszamenni, ahol a fent említett példák mellett akár Kászim Szulejmáni kiiktatását is, ha nézzük, vagy azt, hogy hogyan fordult rá Kínára, és hogyan fordult volna rá Kínára, hogyan kezdte meg Tájvánnak a felfegyverzését, vagy hogyan volt ő az első amerikai elnök, aki halálos fegyvereket adott át Ukrajnának. Szóval itt inkább azt a lehetőséget látom, hogy ez a klasszikus angolban használt kifejezés, hogy stick and carrot, szóval itt a ostor és répának a kettőssége, hogy mondjuk most idézőjesen inkább a répát adom, és akkor próbálok kedves lenni, vagy inkább adom az ostort, hogy ez és ez lesz, akkor, hogyha te mint állam nem az én érdekeimnek megfelelően cselekszel, vagy hozod meg a döntéseidet, és pontosan ezért Trumpnál sokat a valószínűbb, hogy persze, megmarad ugyanúgy a répa ebből a szempontból, hogy megmaradhatna, hogy akkor az Egyesült Államok felajánlhat gazdasági koncesziókat, katonai együttműködést, vagy soft power tekintetében olyan együttműködési lehetőségeket, amik úgymond az Egyesült Államok irányába vihetik az adott hatalmat, de sokkal erősebben elő fog kerülni az ostor, hogy akkor ha nem az én érdekeimnek megfelelően cselekszel, akkor meg leszel szankciózva. Szóval Trump esetében is emlékezünk csak a kampányban elmondott egyik beszédére, amiben szankciókkal fenyegette meg azokat az államokat, akik nem akarnak dollárelszámolásba, vagy dollárelszámolást alkalmazni a kereskedelemben. Itt megint ez ahhoz vezethető vissza, hogy itt a Oroszország ellen bevezetett szankció következtében felgyorsult a BRICS államok között itt a nemzeti valutában történő elszámolásnak a felfuttatása és annak a mértéke. Ez viszont a dollár hegemóniáját ásná alá, ez viszont az Amerikai Egyesült Államok globális hegemóniájának tehetne be, és akkor Trump megint itt erre a kérdés az ostort kapta elő, hogyha ti nem kereskedtek dollárban, nem dollár elszámolásban kereskedtek, akkor szankciózva lesztek. Magyarországra milyen hatással lehet ez? Ugye számíthattunk arra, hogy ha Trump nyer, akkor nyilván Orbán Viktor pozíciói talán megerősödnek Európában. Ugyanakkor, ha tényleg visszatér a trumpi erőpolitika, akkor lehet ennek negatív következménye is, hiszen Magyarország üzletel ugye mind Oroszországgal, mind a Kínai Népköztársasággal. Szerinted Trump hagyni fogja ezt, vagy Magyarországot is beállítja majd a sorba? Egyik oldalról be kell lássuk itt a magyar-amerikai viszonylatba, hogy rosszabb már nehezen lehetne, mint amilyen mélypontra mind az amerikai nagykövet, mind egyéb faktorok következtében eljutottunk jelenlegi szinten, és ehhez képest egy trumpi elnökség az már jelen helyzetben felüdülésnek tűnik. És itt azért érdemes megint csak a személyi kapcsolatokat a miniszterelnök, illetve Trump között felemlítsük, vagy itt az ideológiai hasonlóságot, ami megint csak pozitív irányba indíthatja el a két ország kapcsolatrendszerét, illetve ha azt nézzük, a Magyarországra helyezett kettős nyomás, itt most megint csak értve az amerikai jelenlegi adminisztrációt, illetve az Európai Uniót, ez a kettős nyomás valószínűleg megszűnik, de mindenféleképpen csökkenni fog, vagy az is lehet, hogy felhasználni úgymond a Egyesült Államokat az Európai Unióval folytatott tárgyalásokban, mint aduászt ebben a helyzetben. Ami a lehetséges egyéb külpolitikai viszonylatot illeti, ott nem tartom kizártnak, hogy
úgymond Európán belül mi egyfajta ilyen kiskapu lehetőségét azért megkapjuk, hogy most is látjuk például a kínai autógyárak esetében, hogy Magyarországra kívánja helyezni európai központját a BYD, illetve egyéb kínai befektetések is hogyan jelennek meg Magyarországon, és nem kizárt, hogy persze megkezdődik a vámháború vagy kereskedelmi háború az Egyesült Államok és Kína között, de ahogy annó Tunézia gyakorlatilag dagatra tudta keresni magát a Líbia elleni szankciókon, és pontosan amikor a Líbia elleni szankciókat kivezették, az vezetett el a tunéziai gazdaság problémáihoz, ami aztán megindította az arab tavasz vonatkozó esemény sorozatát. Na, ez nem kizárt, hogy itt úgymond az ilyen kereskedelmi háborús kiskapu szerepét Magyarország betöltheti, és kérdés persze, hogy ez mennyibe lehet kivitelezni a közzétett gazdasági semlegesség koncepciójában, vagy ez hogyan tud, hogyan engedi egyáltalán az Egyesült Államok itt a idézőjesen kissé különös magyar politikát kibontakozni, de Trump esetében azért tudjuk, hogy ő tud az üzlet nyelvén beszélni, szóval ha visszaemlékezünk, akkor lehetséges, hogy némi katonai beszerzését cserébe, mint ahogy anno Trump első elnöksége alatt a Magyar Honvédség rendszeresítette a SAMS légvédelmi rendszert, na lehetséges, hogy itt is a kínai kereskedelmi kapcsolatokért cserébe mondjuk valamiféle védelmi beszerzést eszközlünk az Egyesült Államokkal, ami vonatkozhat akár rakétatüzérségre, akár a légierőre, a légierő fegyverzetére, vagy egyéb szárazföldi technikára, de vannak úgymond lehetőségek, amivel kölcsönösen előnyös megállapodásokat lehet mondjuk védelmi téren kötni, azért cserébe, hogy mondjuk itt a Kínával és Oroszországgal folytatott kereskedelmet továbbra is fenntartsuk, vagy esetlegesen bővítsük. Az, hogy a trumpi politika az izoláció helyett az erőpolitikán fog nyugodni, ez Európa számára egy jó hír, vagy inkább egy fenyegetés? Európa számára mondhatjuk azt, hogy az elmúlt években az Unió egy zsákutcába vezényelte be magát, szóval egyik oldalról elvágásra került a gazdaság sikerét, vagy a gazdaság működését biztosító olcsó orosz nyersanyagoktól és energiahordozóktól. Másik oldalról pedig egyre inkább konfrontációba kerül a legfőbb két kereskedelmi partnerrel, Kínával és az Egyesült Államokkal. És pontosan ezért Európa, mint entitás, de itt főképp az Európai Uniót értem, itt nem véletlenül vannak félelmek Trump elnökségével kapcsolatosan, illetve hát azért Trumpnál megint csak megvan az a NATO esetében, amit már az első elnökség alatt is azért párszor megpedzegedett, hogy fizetni kell a védelemért, szóval nem a 90-es, 2000-es éveket éljük, ahol a jóléti állam oltárán feláldozzuk a katonai költségvetéseket és a haderőket, hanem Trump esetében vélhetően a mostani GDP 2%-ára rúgó követelmény, a védelmi kiadásokra szolgáló követelmény, mint az Trump esetében valószínűleg föl fogják tornászni 2-3, akár 4%-ra is. Pontosan azért, mert az Egyesült Államoknak mondhatjuk azt, hogy több frontos globális háborút kell vívnia ebből a szempontból, szóval alapvetően a nagy saktáblán ott elsődlegesen Kínával szemben kell erőt mutatni, a Kínával szemben kell felsorakoztatni a csapatait, illetve kibővíteni a Kínával szembeni eszköztárát. Ugyanúgy fenn kell tartani a jelenlétét a Közel-Keleten, sőt, Trump elnökség alatt vélhetően az Egyesült Államoknak a közel-keleti részvétele még akár bővülhet is, de mindenféleképpen megpróbálni azt, hogy Izraelt és az öbölmenti államokat egy csoportba sorolni, egy Irán elleni koalíció képében, erre szolgáltak annól az Ábrahám megállapodások, illetve hát ott van Európa, és azon belül is az Oroszországgal szembeni felvonulásnak a kérdése, ahol most Trumpnál véletlenül az a koncepció kerül majd előtérbe, hogy Ukrajnát finanszírozza Európa, Ukrajnának adjon fegyvert Európa, illetve Európa szálljon be a saját védelmének a biztosításába, hogy oké, ott lesz az amerikai idézőjeles védőernyő
a NATO tagok felett, de ehhez tegyenek is érte, ne csak úgymond ilyen ingyen utazás következzen be ebből a szempontból. Egy utolsó hír az orosz-ukrán háború kapcsán. A The New York Times arról számolt be, hogy 50 ezer fős orosz haderő jelenthetett meg Kursk környékén. Az amerikai lap szerint az orosz hadsereg támadásra készül Kursk irányából, és ezt úgy képes végrehajtani, hogy elvileg nem vont el csapatokat a Donbasszi frontról. Te elképzelhetőnek tartod, hogy hamarosan Oroszország visszafoglalhatja a Kurszki területeit? Nagyon érdekes a helyzet, mert ha jól emlékszem, az El País, a spanyol El País hozta le azt, hogy Ukrajna nagyobb kontingenst állomásoztat a Kurszki területen, vagy Kursz térségében, mint amekkorával a Donbasszi védelmet biztosítja. És megint csak felmerül az a kérdés, hogy mégis mire gondolt a ukrán hadvezetés, hogy ez mikor fenntartható, vagy mit akarnak itt a egyértelműen már mindenféle minimum beragadt Kurszki offenzívával, és mi ezzel Ukrajnának a célja, mert itt azokra a idézőjelesen életerős és tapasztalt csapatokra sokkal nagyobb szüksége lenne Pokrovnál, Kurahovónál, vagy alapvetően itt a dél-donbasszi front mentén, vagy esetlegesen akár Kupjansznál, mint mondjuk, hogy őket idézőjelesen feláldozzák itt a Kurszki területen. Ami pedig a lehetséges offenzívát illeti, itt igen egy ilyen 50 ezer fős orosz kontingenst emlegetnek, amiből olyan 10 ezer főt tesznek ki az észak-koreai csapatok, hogy ez most igaz-e vagy sem, azt nem tudjuk, de nem elképzelhetetlen most jelen helyzetben, illetve állítólagosan ezek az észak-koreai csapatok nem az orosz egységekkel vegyesen, hanem külön alakulatokban vannak ott a Kurszki régióban, részben elsővonalas feladatokat ellátva, részben pedig másod, harmadvonalas, illetve hátországbeli feladatokat ellátva. Ez megint csak teljesen logikus felépítés, mivel miközben a mondjuk a nehéz gyalogság, a ostromgyalogság az képes olyan tapasztalatokat szerezni, amit megint csak 1953 óta nehezen tudtak volna bárhol. Másik oldalt pedig azért folyamatosan zajlik úgymond a erők ráképzése, kiképzése és hozzászoktatása a háború állapotához. Ami pedig az orosz offenzíva lehetőségét illeti, azt láthattuk, hogy ilyen hullámokba dolgoznak Kurszk esetében, szóval volt szeptemberben egy nagyobb nyomás orosz oldalról, egy előrenyomulás volt októberben is, és most hát novemberben megint csak esedékes a dagály ebből a szempontból. Kérdés persze, hogy itt mennyire lesz lehetősége az oroszoknak az ukránokat kinyomni Kursz területéről, illetve az ukránok mennyire fognak ragaszkodni itt a kurszki területen megszerzett állásaikhoz, ugyanis egyes hírek szerint Szirszki azt a parancsot kapta, hogy legalább az amerikai elnök Trump beiktatásáig, de amennyiben lehetséges 2025. februárjáig még próbálja meg fenntartani a kurszki beszögellést, illetve a kurszki területen létesített területi nyerességeket ukrán oldalról, de ez megint csak ez már tisztán politikai szempontból maradnak csak benne, mondhatjuk azt az ukránok Oroszországban, mert a katonai jelentőségét már az első napokat követően itt elvesztette, vagy sokat nehezebb fenntartani ezt a kurszki betörést ukrán oldalról, illetve hát ha az oroszok mondjuk elérnek az államhatárig, a 91-es államhatárokig, akkor nem fognak megállni. Szóval akkor véhetően hasonló helyzet lesz, mint a Harkovi per belgorodi régióban, hogy az orosz fél egy 5-10 vagy esetlegesen 15 kilométer széles pufferzónát létesít a Szumi területen, hogy elhárítsa a lehetséges ukrán betöréseknek a lehetőségét, akár értve itt a tüzérségre, vagy alapvetően a szárazföldi behatolásnak a lehetőségét. Utolsó utáni kérdés. Szerinted Trump miért változtatta meg álláspontját az ukrajnai háborúval kapcsolatban? Ugye azért, amikor még a kampány volt, akkor úgy fogalmazott, hogy itt tényleg béke lesz, most pedig, ahogy te is mondtad, inkább az erőpolitikából az következik, hogy ha úgy van, akkor inkább beleáll ebbe a konfliktusba. Ha a sorok között olvasunk, akkor már a kampány alatt is látni lehetett, hogy ez a
ukrajnai békének az ígérete, ez kampányígéret fog maradni, mert ha jól emlékszem, júniusban, talán június elején két volt nemzetbiztonsági tanácsadója, illetve a hozzá köthető America First Policy Institute már kinyilvánította, vagy kiadta a lehetséges ukrán rendezésnek a koncepcióját, ami megint csak nem sokba különbözik az általunk az előbb elmondottaktól, megint csak részben demilitarizált zónákkal operál, vagy az, hogy akkor Ukrajnának folytatni kell a fegyverszállításokat, sőt, Keith Kellogg, ő is Trumpnak a korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója volt, ő mondta el a Reutersnek az egyik interjújában, hogy amennyiben nem sikerül megállapodni az oroszokkal és ukránokkal, vagy amennyiben nem sikerül itt gyors tárgyalásos úton elérni a békét, ha az ukránok miatt, akkor az ukránok kapják meg azt, hogy nem fogjuk folytatni a fegyverszállítást, ha meg az oroszok miatt, vagy az oroszokra kenve, akkor pedig fokozni fogjuk a fegyverszállítást. Szóval pontosan, mert úgymond a háttérintézmény struktúrában már látni lehetett gyakorlatilag 2024 júliusától minimum, a júliusától minimum, hogy mások a tényleges elképzelések, illetve mások a kampányígéretek, illetve, ezt sosem szabad elfelejteni, egy dolog, amikor az ember politikusként nyilatkozik, de más dolog az adott országnak, sőt az Egyesült Államoknál mondhatjuk azt, hogy az amerikai birodalomnak az érdekei. És ezeknél az érdekeknél pontosan benne van az, hogy függetlenül ki az amerikai elnök, ez a konfliktus, ez az ukrán konfliktus egyik oldalt hasznos az Egyesült Államoknak, mert keres rajta, másrészt lefoglalja Oroszországot, leköti Oroszországot, harmadrészt elválasztja az angolszász geopolitikai álmok szerint Európát Oroszországtól, leválasztja egymástól, illetve hát mondhatjuk azt, hogy negyed sorba vagy negyed rész pedig ez a klasszikus 2008-as válságban emlegetett kifejezés, hogy too big to fail. Szóval itt egyszerűen már olyan mértékben involválódott az Egyesült Államok ebben a konfliktusban, Ukrajna esetében, hogy már nem tudja azt megtenni, mint mondjuk Afganisztán esetében tette, hogy akkor csapot-papot hagyva ott hagyja az egész országot, aztán lesz, ami lesz vele, mert egyszerűen ez már egy, ha ebben az állapotban ott hagyná Ukrajnát, akkor az oroszoknak sikerülhetne, megint csak, hogy így hipotetikusan beszélve, hogyha megszűnne hirtelen másnap a Ukrajna támogatása, akkor az oroszok el tudnák érni a háború elején kitűzött céljaikat, és ez egy amerikai geopolitikai veresség lenne egyik oldalt, másik oldalt meg annak egyfajta ilyen negatív dominónak, vagy dominóláncnak a kezdete, ahol az amerikai szövetségesek azt érzékelhetnék, hogy az Egyesült Államok cserben hagyta Ukrajnát, és ha cserben hagyta Ukrajnát, akkor mi a garancia arra, hogy engem, mint Tájvánt, vagy engem, mint Dél-Koreát, vagy engem, mint Japánt nem fog esetlegesen ugyanazzal a sorssal helyettesíteni. Ez volt a világnézet adása, Hidegkóti Konstantin, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Én köszönöm.